about all the places I've seen, all the faces I know. Been thinking about all the choices I made, should I stay, should I go. Looking up at the stars. Az üzleti intelligenciák és az üzleti intelligenciát jellemző változásokat tettük a mai konferenciának a középpontjába, és leginkább a What's the Next, tehát akkor mi a következő lépés, nagyon érdekes és intenzív időszak elé nézünk, és ennek a kérdésre és ezek az alkérdésekre keressük a választ. A T-Systems-es szakértők egyrészt hozzák azokat a megoldásokat, amik náluk megvannak, másrészt pedig ugye elemzik azokat a folyamatokat, az iparágakban, ami hasznos lehet az IT vezetők számára. Egy egységes kép alakult ki, annak ellenére, hogy volt között T-Systems-es előadás, Magyar Telekomos előadás, meg Sasos előadás. Abszolút egymásra épültek és egymást kiegészítették ezek az előadások. Nekem Vitárius Gergő előadása nagyon tetszett, mint egy jó gyakorlat típusú előadás, és a szünet után fog majd következni a precíziós mezőgazdaság és a Connected Car, amitől én sokat várok. A Big Data és a klasszikus adattárház együttműködés téma is nagyon érdekes számomra. Gyakorlati megvalósítást is tudtam végighallgatni, ezt tetszett. Nagyon jól bemutatja most ez a konferencia azt, hogy merre felhalad a világ. Volt egy előadás is, ami bemutatta ezt a folyamatot, de másrészt volt egy konkrét megoldás is, hogy hogyan lehet ezt kihasználni, tehát az új eszközöket, például a kiszolgáló BI, valamint volt olyan Magyar Telekomos projekt bemutató, ahol pedig megvolt az, hogy hogyan lehet ezt az egészet egy teljes koncepcióra és egy teljes vállalatra felhúzni. Az új világgal kapcsolatban óhatatlanul jönnek hitviták. Ezeket a hitvitákon csak úgy lehet túljutni, ha kibeszéljük őket, ha a technológia szállítók, a technológia felhasználók és a szakértők össze tudnak jönni egy helyen, és meg tudják beszélni azt, hogy ők hogy látják a helyzetet, ők hogy látják az újításokat. Ennek a konferenciának az a legnagyobb haszna, hogy meg tudja mondani, hogy what's next, merre tovább, hogyan tovább. Számomra azért hasznos, meg megerősít abban, hogy jó úton járunk. Szintetizálják azokat az ismereteket, amikkel úgy nagyjából már rendelkezünk, figyeljük a piacot és a trendeket, de mégis így egy szintéren láthatjuk ezeket a megoldásokat. Gyakorlatilag egy forradalom közepén vagyunk, ami az informatikát érinti, és nagyon fontos azt megérteni, hogy a régi világ meg az új világ az hogy kapcsolódik, hogy érdemes egyikből átköltözni az újba, és ehhez szerintem itt nagyon sok érdekes információt lehet meghallani. Ez a nagy autó, ez figyelemfelkeltés céljából hoztuk ide ki, hogy a T-Systems-nek a Drive to Save szolgáltatását tudjuk bemutatni. Ez egy telematikai jellegű szolgáltatás, ami az autó műszaki állapotából, futás teljesítményéből egy speciális algoritmus alapján a vezetői viselkedésre vonatkoztatott adatokat jelenít meg egy mobil applikáción, illetve egy webes felületen. Ezeknek a vezetői adatoknak a segítségével egy úgynevezett vezetői index, vagy egy vezetési pontozási logika alakul ki, ami alapján valakit jó vagy kevésbé jó vezetőnek minősít így a mobil applikáció. Ennek a segítségével biztosító társaságok például speciális kaszkó kedvezményeket tudnak az ügyfeleiknek biztosítani. Én azt várom, hogy elindulnak majd gondolatok, elindulnak a vállalatoknál, másképp fognak látni bizonyos kérdéseket, és mernek beruházni ebbe a szép új világba. Azt várom, hogy gyakorlatilag ennek a komplex térnek a világába egyszerűen, világosan és tisztán megértsük egymást, megértsük az ügyfeleink igényeit, és jól és plasztikusan el tudjuk mondani azokat a megoldásokat, amelyet maga a T-Systems Magyarország tud szállítani.